Köszöntök mindenkit a Játékosok Podcast csatornáján. A mai alkalommal egy olyan videóval találkoztok, amiben szó lesz az évjáték a szériáról, amit így 2020-ban már a harmadik évadát éli. Ahogy ugye tavaly és tavaly előtt foglalkoztunk a különböző multiplayeres játékokkal, vagy legalábbis azon játékokkal, amiket mind a tagok így közösen tudtak játszani. 2020-ban is összeszedtünk néhány játékot, és a mai videóban külön kategóriákat szedtünk össze, vagyis minden tag egyfajta kategóriát mond el, ezen belül három játékot választ ki, amit rangsorol, valamint elmondja véleményét azért is, hogy egyáltalán miért került bele abba az adott helyezésbe, amibe szánja. Nos, halljuk akkor a tagokat, hogy kinek milyen kategóriája van, és hogy ebben melyik három játék tartozik bele, és hogy mi a véleménye. Üdvözlöm a kedves nézőket, itt Dragon Rider, és ma kicsit az évjátékáról fogunk beszélni, de egy kicsit másképp. Ugyebár arra gondoltunk, hogy mindenki hozhatna egy kategóriát, és ezúttal nem top 5 játékot választhatnánk, hanem kategóriánként három játékot, és ebből egyet, ami viszi a díjat. Úgyhogy nézzük, mit is hoztam nektek, mi lenne az én díjam. Nos, ez nem más, mint a legegyedibb játékötlet. Itt olyan játékokra gondolok elsősorban, melyek egy-két zseniális ötlet miatt tűnnek ki a többi közül, amit máshol nem nagyon tapasztalhatsz meg így ebben a formában. Lényegében olyan játékok kerültek be ide, amelyekben egy-egy nagyszerű ötlet nyűgözött le minket, és tette az adott gameplayt szórakoztatóvá a közös játékaink során, és ennek tetejében még kiemelkedő is volt egyébként ez az élmény. Szóval az idei alanyaim a következők, akiket jelölök. 1-es versenyző a Phasmophobia, 2-es versenyző a Bus Simulator 18, és a 3. számú versenyző a Rocket League. Kétségtelen egyébként, hogy ezekben a játékokban vannak zseniális és igen egyedi ötletek, melyek számomra is roppant megnyerőek. Viszont nem húzom senkinek az idegeit, el is mondanám, hogy a három játék közül kikapja a bronzérmet és miért, aztán haladunk az első helyezettig. Bár igen meggyőző darab egyébként a Rocket League, és valóban nem láttam hozzá foghatót, engem sajnos nem annyira győzött meg személy szerint. A csapatot egy picit talán jobban. Igazából én sosem értettem, mint Dragon Rider, hogy ez a játék hogy nyert annyi díjat annak idején. Valóban szórakoztató, színes parti játék, de szerintem ennél nem nyújt sokkal többet. Ennek ellenére valóban baromi szórakoztató volt, és az ötletek, amiket belevittek, nekem nagyon bejöttek. Ugyanezt szerintem a csapat nevében is elmondhatom. Én szerettem ezt a játékot ennek ellenére, és szerintem jól megérdemelt helyen van, így bronzérmesként. De nagyon nehéz döntés volt a második helyezést odaítélni az egyik versenyzőnek, ugyanis három nagyon egyedi játékötlettel találkozhattunk. Az év elején nekem nagyon-nagyon úgy tűnt, hogy a Bus Simulator 18 zseniális multiplayer játékmódjai fogják elvinni ezt a kategóriát, mert akkor már fontolgattam egyébként, hogy szeretnék egy ilyen egyedi játékötlet kategóriát csinálni. És bár vérzik a szívem érte, ám kénytelen voltam a Bus Simulator 18-at a második helyre tenni. Szívesen kiosztanék neki egy külön díjat, ugyanis amennyire szórakoztató és egyedi a multiplayere, ennek a játéknak bőven járna az elismerés, ráadásul imádtam minden percét a közös játéknak, mert mindig találtunk valami marhaságot, vagy csak szépen vezettünk komótosan, néha a legkevésbé sem szabályosan, hát igen, és az az igazság, hogy nem lenne fel a bagosságára se hivatkozni, úgyhogy elismerem szubjektív vélemény alapján, de a Bus Simulator 18-at kénytelen voltam a második helyre tenni, mert jött az első. Ki is találhattátok, hogy melyik ez? A Phasmophobia. Nos, sokat elmond szerintem, hogy ezt a játékot hétvégente nagyon sokat toltuk a megjelenése után közösen, és a mai napig egyébként aktívan játszunk vele, keresve, kutatva a szellemeket. Ez a játék az iskola példája annak, hogy hogy lehet egy jó Unity-s játékot és többnyire jumpscare-mentes, de azért eléggé hatásos horror csinálni. Számomra azonban sokkal érdekesebb benne a nyomozás, mint a horror, tehát érdekesebb az, hogy gondolkodnunk, taktikáznunk kell a játék során így dolgozva össze, hogy végül a szellem típusát megállapíthassuk, majd túléljük az élményt, és ugyebár teljesíthessük is a feladatokat. Kiemelném egyébként a Spirit Box használatot, ami végre úgy működik, ahogyan egy hangfelismerős eszköznek működnie kell. Gondolom azért emlékeztek a Binary Domainre, hogy mennyire nem működött ott, na a Spirit Box azért már fényévekkel jobb ennél.
Szóval azt tudom tehát mondani, hogy ez a játék még a Bus Simulator 18-nál is egyedibb és zseniálisabb ötleteket kapott, tehát gratulálunk a Phasmophobia-nak, lenyűgözött a játék minden kisebb-nagyobb roppant egyedi ötletével és minden hibája ellenére is. Úgyhogy én ki is jelentkezem és át is adnám a szót, köszönöm a figyelmet, és akkor még egyszer mondanám, hogy a legegyedibb játékötlet díját nyerte a Phasmophobia. Gratulálunk, és hát kellemes ünnepeket mindenkinek, ha épp ezt az ünnepek alatt hallgatjátok. No, de tényleg átadom a szót, sziasztok, én Dragon Rider voltam. Nos, köszöntök mindenkit, én Lacsek vagyok, és hát az én kategóriám ebben az esetben a legjobb társas játék, vagyis azon játékokat írtam itt ebbe bele, amik kifejezetten a társasággal a legélvezhetőbbek. Itt, mint a többi kolléga is, én is három játékot szeretnék itt megemlíteni, ez nem más, mint a Monopoly Plus, Phasmophobia, illetve a Draw Four 2. Na most, mint sorrendek, ez egy kicsikét ugye máshogy fog alakulni. Jelen esetben is én itt a harmadik helyzettől szeretném ugye indítani a sort, ez pedig nem más, mint a Monopoly Plus-t mondanám a harmadik helyzetnek, és ebben az esetben ugye azt tudom elmondani, hogy ha bár egy olyan játékról van szó, ami a valóságban is létezik, mint társas játék, mégis egyébként ugyanúgy digitális változatában is tud úgy szórakoztatni, mintha a való életben játszanánk a játékot, azt szerint működik a dolog, azokat a szabályokat alkalmazza. Viszont ami miatt a harmadik helyre tudom ezt a játékot dobni, az sajnos azon hibák, amik bizony a játék élményt eléggé tudják rontani, ez pedig nem más, mint a különböző ilyen szerverhibák, ami miatt ugye képes a játékosokat kidobni egy akár nagyobb meccsen belül is, hogy ugye egy meccs közben is ugye hajlandó, hogy hajlamos tényleg ugye az embert így kiköpni a rendszerből, hát ami így tud eléggé rontani a játék élményen, és hát bizony ez bosszantó is tud lenni, viszont ami talán kárkótolja az, hogy eléggé színessé és látványossá igyekeztek ezt a játékot megtenni. Hát valamint talán elmondható még pluszban az, hogy amikor mi ugye ezzel foglalkoztunk, akkor ingyenes volt a játék, tehát mi megragadtuk ezt az alkalmat, és kipróbáltuk, és ezáltal mondjuk el egyébként a véleményt erről a játékról, illetve amikor a videót is elkészítettük, akkor ez alapján mondtuk el, hogy tényleg mit gondolunk róla. A második nevezett, vagy második helyezett, egy kicsikét itt tényleg én is vacillálok, hiszen két olyan játékról van szó, amivel ugyanúgy, kb. Ugyanannyit foglalkozunk, de nem ebben az esetben inkább második helyezettnek a Phasmophobiát tudnám említeni. A Phasmophobia egyébként tényleg egy olyan játék, ami mint kategóriája, vagy legalábbis játék stílusa, olyan, amit én se szeretek túlzottan, ugye ez a horror. Mégis azt kell, hogy mondjam, hogy amikor itt csoportosan játszottunk vele, akkor bizony eléggé érdekes mechanikákkal rendelkezik, ami miatt talán tényleg bebírja az embert szippantani. Illetve, hogy most már ugye sűrűbben is veszük elő a játékot, tehát így akár videón vagy streamen kívül, tehát így mikor csak szimplán egy hétvégi alkalommal leülünk közösen, akkor szintúgy úgy előveszik ugye a játékokat, illetve nyomon követjük a frissítéseket, így például a kokáját elmondható, hogy a Phasmophobia a mi tetszésünket elnyerte. Hát ami miatt egyébként a második helyezést tudom neki adni, az kifejezetten az, hogy egyrészt még a játék ugye romolhat is, de javulhat is, tehát folyamatosan jönnek a frissítések, illetve nem tökéletes egyébként a játék, illetve látni azt rajta, hogy a Unity Engine-t használja a játék, és amiben ugye még fejleszték, frissítik a mai napig, és bizony meglátszik rajta, hogy amúgy egy ember foglalkozik a játékkal, vagy most már emeltek egy mini csapat áll emögé a játék mögé, viszont tényleg amennyire látni, hogy nem tökéletes egyébként, tehát ugye látni a karakterek kinézetét, a mozgását, hogy kicsit lassú, minden, tehát meg most már viszonylag egyszerűbb is a játék, hogyha tényleg ugye az ember belemélyül ebbe, és most már például látni is lehet azt, hogy rengeteg speedrun is készül egyébként, mit tudom én, egy adott pályára, egy adott szinten, hogy ugye egyáltalán hogyan csinálja meg ugye mondjuk egy ember. Úgyhogy nyilvánvalóan ez a játék nem tökéletes, és egy kicsit távol áll a tökéletestől, viszont abszolút nagy szórakozást tud nyújtani nekünk tagoknak, hát sőt mi több mémek is születtek egyébként ebből az egészből. És hát ezáltal ugye elmondható, hogy a number one, a nagy első helyezést pedig a Drawful 2 viszi én nálam is. Egy egyszerű kis rajzolós játékról van szó, amit így a Jackbox-nak a játékai közé tartozik, ugye ez a
sőt, mint ő, ugye ez a Jack Party Boxnak egy része a Drawful 2. Egy igazi szórakozás, és ráadásul még pont azzal okoz nagyobb örömöt így a társaságon belül, hogy lehetőség van saját szavakat, saját mondatokat is kreálni a játékban, ezáltal tényleg ugye egy személyre szabott rajzolási session-t is lehet így alkalmazni, amit a Scribble-ben például kevésbé, lehet ott is, de mégis itt a Drawful-ban ezt össze lehet hozni, és ráadásul ugye maga a játékmenet olyan, hogy akár bárki be tud csatlakozni, tehát nem feltétlenül kell, mit tudom én, kötelezően rajzolni, hanem hogyha valaki úgy érzi, hogy elég neki, hogyha csak nézi, akkor nézőként is be tud csatlakozni, mint egy műsorba, és ezáltal például is tud pontozni, és akár ebben az összkörségekben is benne lenni, úgyhogy szerintem talán ettől zseniális a Drawful, mint maga. Tehát tényleg csak egy egyszerű rajzolós játék, viszont annál nagyobb ökörségeket is lehet kitalálni, hogyha tényleg rávetebedünk, hogy mi magunk kreálunk szavakat. Üdvözlöm a kedves nézőket, a mikrofonnál Fejen 92-t hallhatjátok. A Dragon Riderhez és Lacsákhoz hasonlóan én magam is választottam az évjáték a szegmensen belül egy kategóriát, amelyet az elkövetkezendő néhány percben szeretnék kiértékelni, méghozzá a legélvezetesebb játékélmény nyújtó játékok kategóriáját. Ebben a kategóriában én 3 játékot jelöltem, mint ahogyan általában a többiben is, méghozzá nevezetesen a Phasmophobiát, a Drawful 2-t és a Stardew Valley-t. A kategóriának a lényege az, hogy ugye a legélvezetesebb játékélmény nyújtó játékok, amik idén az évjáték a szegmensben szerepeltek, és amelyeket tulajdonképpen minden játékos, amely részt vett az adott játék játszásakor, rettenetesen élvezett, minden egyes pillanatát élvezte ennek. Ezért is döntöttem emellett a 3 játék mellett, a Phasmophobia, a Drawful 2 és a Stardew Valley mellett, hiszen talán ez volt az a 3, amelyet minden játékos, akik természetesen jelen voltak a játék hivatalos játszásakor, ugye az évjáték, a szegmens játszásakor, akkor élvezték mindannyian a játékot. Illetve mondjuk bizonyos játékoknak ugye hát van utóélete is, amit már tudhattok, hiszen ezekkel a játékokkal nem csak ilyenkor szoktunk foglalkozni, amit nagyon élvezünk, hanem aztán azt a későbbiekben többször is előveszünk, hogy esetleg egy rövidebb, hosszabb etap erejéig rá is függünk az adott játékra. Nos, hát ezért van az, hogy a 3. helyem nálam ebből a 3 játékból a Stardew Valley az, ami végzett, hiszen azért Dávidnak voltak fenntartásai egy picit, ettől függetlenül ő is élvezte ezt a játékot, Dragon Rider pedig hát szinte szerelmese ennek a játéknak, rettenetesen sok időt töltött már ezzel, illetve hát közösen is elég sok időt öltünk már bele a korábbiakban is, és azért mondtuk, mivel, hogy érkezni fog egy frissítés hamarosan, már a következő időszakban valamikor mi magunk is majd egy picit jobban újra rá fogunk függni a játékra a későbbiekben. A 2. helyen, és hát itt elég nehéz dolgom volt, hiszen 2 olyan játékról van szó, amelyet tényleg mindannyian rettenetesen élveztünk, és végül is úgy döntöttem, hogy a Phasmophobia az, ami nálam a 2. helyen végzett, hiszen bár rettenetesen imádunk szellemekre vadászni, azért itt sem volt olyan szinten felhőtlen a dolog, hiszen azért van, akit ez a játék közülünk meg tud jobban ijeszteni, kicsit idézőjelben, hogy profánabb legyek, be tud szaratni, és talán pont ez az, ami miatt talán ezt én inkább a 2. helyre tettem ezt a játékot, hiszen az első, a Drawful 2, az tényleg egy olyan aberált játék a szó pozitív értelmében természetesen, hogy egyszerűen minden perce arany, minden percét élvezünk, és ráadásul ugye így nincs meghatározva, mint a Phasmophobia esetén, hogy maximum csak 4 játékos játszhat, hanem itt tényleg tudunk akár 8-an is játszani, egy ilyen mondjuk még azt talán nem játszottunk, vagy lehet, hogy akár többen is. De lényeg a lényeg, hogy ott nincs is annyira kötött játékmenet, az ottani feladatoknak csupán a saját fantáziánk az, ami, hát hogy mondjam, gátat szabhat, és pontosan az, ami miatt tényleg határtalan játékélményt biztosít ez, és tényleg ez egy olyan játék, amit ránézünk egy rajzra, és azt mondjuk, hogy úristen, mekkora hülyeség, ki volt az a marha, aki rajzolta, írjuk a hülye válasz lehetőségeket, ugye feladvány lehetőségeket, és utána hát a választások során igyekszünk meg nem fulladni a röhögéstől,
Úgyhogy talán ez is az, ami egy picit engem így errefele kormányzott, és inkább akkor azt mondtam, hogy az aranyérmes ebben az évben, az évjáték a szegmensben a legélvezetesebb játékélményújtó játékok kategóriájában a Drawful 2 legyen. Nos, hát a videó ennyi lett volna, hát ahogyan ugye itt a tagok elmondták a véleményüket, a kategóriájukat és ugye az adott játékot, ezek születtek 2020-ban az évjátéka harmadik szériában. Valószínűleg jövőre ugyanúgy fogjuk folytatni az évjátéka sorozatot, és ebben az esetben most már készülünk mi is a negyedik évadra, és valószínűleg jövőre is ilyen összeállításra fogunk készülni, lehet, hogy egy picit több kategória is lesz, több játék, de minden esetre jövőre ugyanúgy fogunk találkozni, úgyhogy további szép napot kívánunk mindenkinek, és legközelebbi alkalommal találkozunk, addig is szép napot, sziasztok!